Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy horoszkóp elemzés és bepillantás 2021 évére. Kedves Daliana, üdvözöllek téged, ez a te videód, és kezdeném az elemzést az indiai számítás szerint. A te napod, ami a te énedet szimbolizálja, de az apukádat is, az indiai számítás szerint az oroszlán jegyében van, a tűz elemében. A holdad, ami az érzelmeidet szimbolizálja, és az anyukádat, az indiai számítás szerint a nyilas jegyében van, szintén a tűz elemében, és az azt jelenti, harmonizálnak egymással. Te egy növekvő holdfázisban születtél. Az ő horoszkópjában a nap a halak jegyében van, a hold pedig a kos jegyében. Ő egy új hold után született, tehát szintén egy ilyen növekvő holdfázisban. A tűz eleme mutatja az erőt, a bátorságot és a lelkesedést. A te horoszkópodban itt található a tűz elemében a nap, a hold, Merkur bolygó és Mars bolygó. Mars bolygó itt jól érzi magát, tehát te nagyon bátor vagy, gyakran lelkesítenek dolgok. Merkur bolygó segít abban, hogy ezt megvalósítsd, ami téged lelkesít, és a nap kihat a gondolataidra, ahogy pedig az érzelmekre. Az ő horoszkópjában a Hold és Vénusz bolygó található a tűz elemében. Mindkettő nőies energia. Vénusz bolygó utal a szerelemre, a párkapcsolatra, a holdnál érzelmekről van szó, de emlékekről is, mert a hold szimbolizálja az ő anyukáját, az anyai érzelmeket. A föld eleme szimbolizálja a reális dolgokat, és mutat anyagi témákra is. A te horoszkópodban itt található Vénusz bolygó, ami kihat a szerelmi élet területére is, és itt van Jupiter bolygó, ami szerencsét hoz neked. Itt kibővül valami, segít az anyagiak terén. Az ő horoszkópjában a Föld elemében van Szaturnusz bolygó, ezt neki meg kell tanulnia. Mégpedig azt, hogy megvalósítsa a terveit, és ügyeljen az anyagiakra. A levegő eleme szimbolizálja a könnyűséget, a szabadság érzetét és a kommunikációt. A te horoszkópodban az indiai számítás szerint nincs bolygó a levegő elemében. Ez hiányzik neked, és ezt megkapod másoktól. Az ő horoszkópjában a Mars bolygó van a levegő elemében, tehát ez a férfiasságára utal, meg a tettekre is, azon kívül Jupiter bolygó, ami szerencsét hoz neki, itt kibővül valami, ő kiismeri magát a levegő eleménél, és ez tükröződik számodra. A víz eleme szimbolizálja a belső világunkat, az érzelmeket, a vágyakat, az álmokat. A te horoszkópodban itt található Szaturnusz bolygó,
és Szaturnusz bolygó tanít téged arra, hallgass oda a belső hangodra, az is lehet, hogy tudnál dolgozni egy spirituális területen, és meg kell tanulnod azt, hogy ebben bízzál. Az ő horoszkópjában a nap és Merkur bolygó van a víz elemében, tehát ez az ő egyéniségéhez tartozik, segíthet neked abban, hogy hallgass az érzelmeidre. Ami neked segít, így a víz elemével barátságot kötni, az a te aszcendentusod, mert abban az időpontban, amikor te megszülettél, ahol te születtél, a halak jegye kelt fel a keleti határon, és ez a te aszcendentusod befolyásolja az első életházat, az kihat az egyéniségedre, így van között ehhez a víz eleméhez, és ha erre hallgatsz, erre a belső hangra, és uralkodsz a víz eleme felett, tehát az érzelmeid felett, ami azt jelenti, búcsúzz el a félelmektől, a bizonytalanságoktól, és higgy magadban, és a szerelemben, a szeretetben is. Elkísér az élet utadon, és hoz számodra szerencsét. Szaturnusz bolygó segít abban, hogy te ezt elérd, te higgy ebben. Mint említettem, abban a pillanatban, amikor megszülettél, a halak jegye kelt fel a keleti határon. Ezzel indul az első életházad, ez kihat a külsődre, az egyéniségedre. A te horoszkópodban, itt ebben az életházban a halak jegyében nincs bolygó. Az ő horoszkópjában az indiai számítás szerint a halak jegyében van az ő napja és Merkur bolygó. Tehát a halak jegye az nagyon kihat rá. Itt a víz eleméről, érzelmekről van szó. Ebben a csillagképben két hal van, mutat két irányt. Az egyik jelenti a félelmeket, a bizonytalanságot, a másik pedig a hitet, a szeretetet, ezt a megbízást, és itt mindenki maga válasz, hogy melyik irányba tekint, vagy milyenek az érzelmek. Itt van egy ilyen megújulás, egy ilyen transformáció, tanulni azt, hogy el kell búcsúzni a félelmektől, és ebben a hitben, bizalomban élni. 2021-ben, április hónapban van itt hatás, az kihat rád, lehet, hogy kihat a külsődre, a fellépésedre, rá is hat, mert az ő horoszkópjában a nap és Merkur bolygó a halak jegyében van, hogy melyik életházban, azt nem tudjuk, mert nem tudjuk, hogy hány órakor született. Áprilisban Merkur bolygó mozog a halak jegyében, itt kommunikációról van szó, Vénusz bolygó szintén a halak jegyében, ez kihat a te nőiességedre, vagy mások észreveszik a te külsődön ezt a szépséget, ezeket a változásokat. Március 20-a és április 20-a között itt lesz a nap, besugározza nálad ezt az első életházat, te állsz a középpontban, ez a havi téma. És most megtekintjük azt, mi várható 2021. januárjában. Január 6-án érzékenyen reagálunk.
Január 9-én egy kívánság, egy álom megvalósulhat. Január 10-én jönnek az emlékek, vagy valaki gondol ránk. Január 13-án el kellene azon gondolkodni, hogyan tovább, szükségünk van egy új útra. Január 14-én gondolkozzunk el azon, mi változik, de legyünk kicsit türelmesek. Január 20-án vannak korlátozások. Január 21-én megvan a remény, a vágy, de minden olyan bizonytalannak tűnik. Január 24-én keresünk egy megoldást, vagy egy kiutat. Január 28-án el kellene azon gondolkozni, kiben bízhatunk meg, és kiben nem. Január 30-án legyünk visszahúzódóak, ne mondjuk el azt, hogy mit tervezünk. Az is lehet, hogy várunk egy hírre, és az később fog jönni. Most áttérünk a kettes életházra. Ha megtekinted ezt a képet, ott bal oldalon van a halak jegye, ez a te aszcendentusod, ezzel indul az első életház, alatta van a kos jegye, és szimbolizálja a kettes életházad. Ez a kettes életház utal anyagiakra, pénzügyi dolgokra, vagyonra, értékekre, de ez utal a belső értékekre is. A te horoszkópodban itt van a kos jegye és a lefele mozgó holdcsomó kétú, az utala múltadra, itt vannak emlékek, kármikus témák. Az lehet, hogy a kos jegyénél itt hajlamos vagy arra, hogy pénzt adj ki, nem gondolod ezt át, és itt tanulni kell a pénzügyi dolgokra odafigyelni, megőrizni azt, ami számodra értékes. Természetesen itt érzelmekről is van szó. Az ő horoszkópjában, a kos jegyében van Vénusz bolygó és a Hold. Ezek nőies energiát mutatnak. Számára bizony fontos, hogy az ő társnője magabiztos legyen, lelkes és bátor. Most megtekintjük azt, hogy mi várható a kos jegyében nálad, itt a kettes életházban 2021-ben. Az indiai számítás szerint itt mozog Uránusz bolygó, és itt lesznek változások, meglepetések is. Nem csak 2021-ben, hanem a következő években még mindig itt marad Uránusz bolygó. Tehát egész évben kihat a kettes élet területre. Januárban és februárban itt mozog Mars bolygó. Az mutathatja az erődet, de a kihívásokat is az anyagiak terén. Mars bolygó lehet a te társad, és kihat az érzelmekre, mert ő megbecsül téged, mert te értékes vagy számára, vagy befolyásolja az anyagiakat. Május hónapban itt van Vénusz bolygó, az hozhat számodra szerencsét, egy nyerességet, de az is lehet, hogy pénzt adsz ki szép dolgokra. Április 20-a és május 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az életterületet, ez a központi téma, a havi téma. És most megtekintjük azt, mi várható február hónapban. Február 3-án egy álom megvalósulhat.
február 4-én fáradtak vagyunk, nincs meg az erőnk, a bátorságunk. Február 7-én vannak az emlékek, vagy valaki gondol ránk. Február 11-én kellene azon elgondolkozni, mik a célok, hogy tudnánk ezt elérni. Február 18-án megvannak az álmok, a vágyak, de a bizonytalanság is. Február 19-én vannak korlátozások, nem tudjuk, hogyan tovább. Február 20-án mi hölgyek úgy érezzük, hogy mások átnéznek rajtunk. Minden olyan átláthatatlan. Február 21-én keresünk egy kiutat, és február 27-én vannak ilyen szívügyi témák. És most áttérek a hármas életházra. A kos jegye alatt látható ez a nap szimbóluma és a bika jegye. Ez a hármas életház. Itt ezen a képen most a napnak nincs jelentősége, hanem megtekintjük a bika jegyét. Mit jelent ez a hármas életház? Ez az élet iskolája. Itt be kell bizonyítani magunkat. Nem csak erre utal, hanem képzésre is, tanulásra. Azon kívül mutatja a kontaktust az interneten keresztül, vagy a szomszédokat, vagy a rokonokat. A te horoszkópodban, a bika jegyében, ebben a hármas életházban nincs bolygó. De megtekintjük azt, hogy mi várható ezen az életterületen 2021-ben. Ráhó, a felfele mozgó holdcsomó, az egy kármikus csomó, mutat új utat, új lehetőségeket, amit te nem ismersz. Ráhó itt mozog a bika jegyében 2022. márciusáig, tehát jövőre egész évben hat itt rád. Március és április hónapban jön még egy Mars energia, az lehet a te erőd, hogy be kell magad bizonyítani a rivalitás ellen, de lehet egy férfi is, a környezetedben, vagy egy szomszéd, vagy valaki a rokonságból, az is előfordulhat, hogy lesz itt egy képzés, és ott megismerkedsz valakivel. Május hónapban itt mozog Merkur bolygó, mozgatja az eseményeket, lesz itt kommunikáció. Május 20-a és június 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az életterületet, és ez áll a középpontban. Július hónapban itt mozog újra Merkur bolygó, lesz kommunikáció vagy tanulás. És most megtekintjük azt, mi várható március hónapban. Március 2-án egy kívánság megvalósulhat. Március 6-án hiányzik a biztonság érzete, vagy vannak anyagi gondok. Március 13-án el kellene azon gondolkozni, hogy tudnánk a terveinket megvalósítani. Március 14-én nagyon nehéz valamit tisztázni. Március 18-án megvannak a vágyak, de a bizonytalanság is. Március 20-án keresünk egy új lehetőséget, egy új irányt, de kell a belső egyensúly.
március 21-én fáradtak, kimerültek leszünk. Hiányzik a bátorság, a lelkesedés. Március 28-án valamit rendbe kell tenni, ezen a napon van ilyen gyógyító erő is. Március 30-án egy kívánság megvalósulhat. És most megtekintjük a négyes életházat. A négyes életház az a mélypont a horoszkópon. Ez a bázis, ez az alap, és erre az alapra építed fel az életedet. Ez ad neked tartást. Azon kívül ez a négyes életház utal az otthonodra. A te horoszkópodban itt található az ikrek jegye. Az ikrek jegye az a levegő eleméhez tartozik, tehát számodra fontos ez a könnyűség. Itt a te horoszkópodban nincs bolygó, viszont megtekintjük azt, hogy mi várható ezen az életterületen, ami kihat az otthonodra 2021-be. Májusban és júniusban itt mozog az ikrek jegyében Mars bolygó az indiai számítás szerint. Ez jelentheti a te erődet, hogy sok a munkád az otthonod vagy az otthonod körül, de lehet egy férfi is, vagy az élettársad, a lelki társad, de lehet valaki, aki dolgozik a ház körül, de ez egy férfi, vagy egy férfi látogató. Június hónapban itt mozog Vénusz bolygó is, tehát Mars és Vénusz találkozik, ez kihat természetesen a párkapcsolatra, az lehet egy közös otthon, vagy egy közös otthon tervezése. Június hónapban itt mozog egy visszatekintő Merkur bolygó, az lehet egy hír, vagy egy szerződés. Június 20-a és július 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az életterületet, ez a központi téma, a havi téma. És most megtekintjük azt, mi várható áprilisban. Április 2-án vannak emlékek, vagy valaki gondol ránk. Április 4-én vannak korlátozások, és nem tudjuk hogyan tovább. Április 12-én legyünk visszahúzódóak, és figyeljünk oda az érzelmekre. Április 14-én megvannak a vágyak, de a bizonytalanság is. Április 16-án keresünk egy kiútat. Április 20-án úgy érezzük, hogy elveszítjük a talajt a lábunk alól. Április 27-én valamit rendbe kell tenni, tisztázni valamit. Április 28-án kell egy szünet, elgondolkozni azon, mit kellene befejezni. Április 29-én jönnek az emlékek, vagy valaki gondol ránk. És most áttérünk az ötös életházra. Ez az ötös életház jelenti a gyermekeket, vagy a gyermekkori emlékeket. De jelenti azt is, hogy itt van az élet színpada, és te játszod a főszerepet. Mutatja az élet örömöt. A te horoszkópodban itt van a rák jegye, az jelenti az anyai érzelmeket, és Uránusz bolygó, mégpedig azt, hogy a gyermekeid különösek, vagy te voltál egy egyéniség már a gyermekkorodban is, egy különleges személyiség.
Mi várható nálad 2021-ben itt ebben az ötös életházban? Július hónapban itt mozog Mars bolygó és Vénusz bolygó, kihat a párkapcsolatra és mutatja az élet örömöt. Augusztus hónapban itt mozog Merkur bolygó, az lehet kommunikáció. Merkur bolygó az utal a gyermekkorra, az ifjúságra is, lehet kapcsolat gyermekekkel. Július 20-a és augusztus 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az élet területet, ez áll a középpontban, ez lesz a havi téma. És most megtekintjük azt, mi várható május hónapban. Május 3-án nagyon érzékenyen reagálunk. Május 11-én el kellene gondolkozni azon, hogyan tovább, ez lehet egy új lehetőség. Május 13-án keresünk egy kiutat. Május 19-én vannak korlátozások, nem tudjuk hogyan tovább. Május 23-án szünet kell elgondolkozni azon, mi várható a sors utunkon, itt lesz egy sors változás. Május 26-án minden átláthatatlan, de ennek ellenére egy kívánság, egy álom beteljesülhet. Május 30-án nem szabad elmondani azt, amit tervezünk, de lehet az is, hogy várunk egy hírre, és az később fog jönni. És most áttérek a hatos életházra. A hatos életház jelenti a munkát, és utal egészségügyi dolgokra. A te horoszkópodban itt van az oroszlán jegye, a napod, egy visszatekintő Merkur bolygó, Mars bolygó és Plútó. Számodra ez az életterület nagyon fontos, és itt szeretnéd magad bebizonyítani. Van siker. Az ő horoszkópjában egy visszatekintő Uránusz bolygó és egy visszatekintő Plútó bolygó van az oroszlán jegyében, hogy melyik életterületen azt nem tudjuk, mert nem tudjuk, hogy hány órakor született. Mi várható 2021-ben itt ennél az életterületnél? Augusztusban itt található Mars és Vénusz, az utalhat egy szerelmi kapcsolatra, de itt a munkahelyen inkább arról van szó, hogy be kell fektetni az erődet, és Vénusz bolygó jelent egy kreatív munkát vagy egy kolléganőt. Mars hatás itt a hatos életházban természetesen utalhat egy férfire is. Mars itt marad még szeptember hónapban. Augusztus 20-a és szeptember 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az élet területet, tehát ez egy fontos téma, ez a havi téma. És most megtekintjük azt, hogy mi várható június hónapban. Június 2-án erőtlennek érezzük magunkat. Június 8-án megvannak a vágyak, de a bizonytalanság is. Június 9-én keresünk egy kiútat. Június 10-én el kellene gondolkozni azon, hogy mi áll a középpontban, és nehéz ezen a napon valamit tisztázni.
vagy a beszélgetések azok félreértésre vezetnek. Június 12-én nekünk, hölgyeknek megvan a nőies kisugárzásunk, szerencse a szerelmi élet területén. Június 18-án korlátozások vannak, június 21-én lesz egy változás, június 23-án egy álom, egy kívánság megvalósulhat, június 24-én van gyógyító erő, és június 26-án kell egy szünet, elgondolkozni azon, mi az elképzelés, mi az álom, és hogy tudnánk ezt megvalósítani. És most áttérek a hetes életházra. A halak jegye szimbolizálja a te aszcendentusodat. Itt a bal oldalon látható. Azzal szemben áll a deszcendentusod a szűz jegyében, és ezzel indul a hetes életház. Ez utal szerződésekre, vagy a párkapcsolatra. A te horoszkópodban itt van Vénusz bolygó, az mutatja a nőiességedet. Számodra fontos ez az életterület, azon kívül itt van Jupiter bolygó, ami számodra szerencsét hoz. A szűz jegye az a föld eleméhez tartozik, tehát megvan ez a kívánságod, hogy legyen egy tartós párkapcsolat. De előfordulhat a szűz jegyénél, hogy te túl kritikus vagy magaddal szemben, és úgy gondolod, hogy te nem vagy elég jó ahhoz, hogy boldog légy a párkapcsolatban, holott ez a Jupiter segít neked, és tényleg így van, hogy szerencséd lesz ezen az életterületen. Nem kell 100%-osan tökéletesnek lenni, meg ne is hasonlítsd magadat másokkal, hanem legyen meg ez a személyiséged, és ezt kell, hogy éljed itt a párkapcsolat területén. Mi várható jövőre ebben az életházban, ezen az életterületen? Szeptemberben itt mozog Vénusz bolygó, és az a szerelem bolygója, tehát fontos lesz ez a téma, de a te nőiességed is. Szeptemberben itt mozog Merkur bolygó is, tehát lesz itt mozgás, meg kommunikáció. Október hónapban itt mozog Mars bolygó, és az egy férfi, tehát utal a lelki társadra. Szeptember 20-a és október 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az életterületet, tehát ez egy fontos téma, ez áll a középpontban, és novemberben újra Merkur hatás van, és ezek kapcsolatok, lesz itt mozgás és kommunikáció. Most megtekintjük azt, mi várható július hónapban. Július 1-én úgy érezzük, hogy elveszítjük a talajt a lábunk alól, vagy vannak anyagi témák. Július 5-én megvannak a vágyak, de a bizonytalanság is. Július 6-án keresünk egy kiutat. Július 10-én legyünk visszahúzódóak, el kellene gondolkozni azon, kiben bízhatunk, kiben nem. Július 13-án erőtlennek érezzük magunkat. Július 17-én érzékenyen reagálunk, az vezethet nézeteltérésekre. Július 20-án
jönnek az emlékek, vagy valaki gondol ránk, július 21-én egy kívánság megvalósulhat. Július 24-én fontos az, hogy legyen cél, ez megvalósítható, valami rendeződik, tisztázódik. Július 31-én korlátozások vannak. És most megtekintjük a 8-as életházat. Ez a 8-as életház a halálháza. Természetesen lehet ez egy haláleset, vagy egy örökösödési ügy is, de ennek van egy szimbolikus jelentése. Itt tanuljuk meg azt, hogy bizonyos dolgokat le kell zárni, hogy legyen egy új kezdet. Ebben a 8-as életházban vannak más témák is, mint például hivatalos ügyek, bírósági ügyek is. Azon kívül a testi kapcsolat, szexuális témák szintén ehhez az életházhoz tartoznak. Én úgy szoktam mondani, itt vannak a tabu témák, halál, pénz, szex. Tehát így tudnám leírni ezt az életházat. A te horoszkópodban, itt ebben a 8-as életházban van a mérleg jegye. Te azt tanulod, hogy mérlegeld a dolgokat. A mérleg jegye az jelenti a párkapcsolatot és az igazságot is. A te horoszkópodban itt a mérleg jegyében található Neptun bolygó és a felfele mozgó holdcsomó Ráhu, tehát nálad itt kármikus témák vannak. Neptun bolygó jelenti az álmokat, a mi fantáziánkat, az intuíciót, az inspirációt, és ez szinte mesebeli. Ebben hinnünk kell, mert ez ad számunkra életerőt, és ez megvalósítható. De ennek van egy árnyéka is, mert előfordulhat, hogy mások mesélnek valamit, és ez úgy tűnik, hogy minden olyan szép. Ha ez igaz és megvalósul, akkor szerencséd van, de mi van akkor, ha ez egy hazugság? Az vezet csalódásokhoz. Az előfordulhat, hogy te ezt már átélted, ez számodra igazságtalan és csalódásokhoz vezetett, emiatt te óvatos vagy. A te horoszkópodban itt van a felfele mozgó holdcsomó, és ez jelent egy életutat, ahol te tanulsz valamit. Légy óvatos, de nem kell elfutni másoktól, hanem próbálj bízni másokban, de mérlegeld a dolgokat. Az ő horoszkópjában szintén Neptun bolygó, itt a mérleg jegyében van. Ez nem csoda, mert Neptun bolygó lassan mozog, és azok, akik ezekben az években születtek, mint te és ő, mindenütt Neptun bolygó a mérleg jegyében van. A különbség az, hogy nála a Neptun bolygó visszatekintő, tehát nála itt vannak kármikus témák. Hogy melyik életterületen hat rá ki, azt nem lehet tudni, mert nem tudjuk, hogy hány órakor született. És mi változik jövőre itt ebben az életházban? Októberben van itt Vénusz bolygó. Az kihat a szerelmi élet területére, a testi kapcsolatra, de lehetnek hivatalos dolgok, és van egy hölgy, aki ezeket intézi. Egy visszatekintő Merkur bolygó, szintén itt a 8-as életházban található, az utalhat hivatalos dolgokra. Ez a visszatekintés, az lehet a múlt,
vagy hogy lassan mennek előre az események. Novemberben és decemberben itt van Mars bolygó, az mutathatja a te erődet, de azt is, hogy egy férfi intézi a hivatalos ügyeket, de Mars bolygó lehet a te lelki társad, és ha itt mozog a 8-as életházban, akkor itt testi kapcsolatról van szó. Október 20-a és november 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az életházat, egy fontos életterület, és ez a havi téma. És most megtekintjük azt, mi várható augusztus hónapban. Augusztus 2-án megvannak a vágyak, az álmok, de minden olyan elérhetetlennek tűnik. Persze lehet az is, hogy a lelki társ érzi így. Augusztus 3-án keresünk egy kiutat. Augusztus 8-án legyünk visszahúzódóak, gondolkozzunk el azon, hogy mit tudunk rendezni a családi élet területén. Augusztus 15-én olyan bátortalanok vagyunk, vagy fáradtak. Augusztus 16-án megvannak az emlékek, vagy valaki gondol ránk. Augusztus 17-én egy kívánság megvalósulhat. Augusztus 20-án van egy szünet, azon kellene elgondolkozni, mit lehetne megváltoztatni, esetleg egy költözés, de ez nem a megfelelő időpont ehhez az új kezdethez. Augusztus 22-én kellenek célok, és augusztus 30-án érzékenyen reagálunk, vagy valaki megsért bennünket. És most áttérek a 9-es életházra. Ebben a 9-es életházban vannak az utazások, külföldi kapcsolatok, de ez az utazás lehet egy belső út is. A te horoszkópodban itt van a Szkorpión jegye és Szaturnusz bolygó. Az első életszakaszban Szaturnusz bolygó mutat itt nehézségeket, viszont a második életszakaszban segít abban, hogy így rendeződjön minden. A Szkorpión jegyénél érzelmekről van szó. Tehát én úgy gondolom, hogy nálad ez egy belső útra utal. Mégpedig arra, hogy tedd át magad a félelmeken, a bizonytalanságokon, és legyen meg a hited, mert ez adja számodra a belső erőt, ez számodra a forrás. Szaturnusz bolygó kihat a sors utunkra is, az lehet nálad, hogy a sors utad külföldre vezet. Mi történik itt 2021-ben a Szkorpión jegyénél? Ketú az a lefele mozgó holdcsomó. Utal a múltra. Mindarra, amit átéltünk a korábbi életünkben. Kétú itt mozog a Szkorpión jegyében, 2022. márciusáig. Nálad kihat erre a 9-es életházra. Az előfordulhat, hogy itt lesznek változások, sőt, arra is számíthatsz, hogy leszel egy bizonyos helyen, és az az érzésed, hogy itt már voltál. Lesznek ezek a kármikus emlékek. Január hónapban
itt mozog Vénusz bolygó. Az lehet egy kapcsolat valakivel, aki külföldön él, és itt egy hölgyről van szó. Vagy egy szerelmi kapcsolat külföldön, előfordulhat az is, hogy egy párkapcsolat, egy közös életút. December hónapban itt mozog Merkur bolygó. Ebben a 9-es életházban tanulásról is van szó, tehát ez lehet egy képzés. November 20-a és december 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az élet területet, és ez a központi téma. Most megtekintjük azt, mi várható szeptember hónapban. Szeptember 6-án nehéz valamit tisztázni, a beszélgetések félreértésre vezethetnek. Szeptember 7-én el kellene gondolkozni azon, mi áll a középpontban, vagy ki áll a középpontban. Szeptember 11-én egy kívánság megvalósulhat. Szeptember 13-án úgy érezzük, hogy elveszítjük a talajt a lábunk alól. Szeptember 21-én fontos, hogy odafigyeljünk az érzelmekre. Szeptember 22-én kell a belső egyensúly. Szeptember 26-án megvannak a vágyak, de bizonytalanságok is. Szeptember 27-én nem szabad elmondani a titkokat, és az sem, hogy mi a terv. Szeptember 29-én bátortalanok vagyunk, vagy fáradtak, kimerültek. És most áttérek a 10-es életházra. Ez a 10-es életház a felső pont a horoszkópon. Utal a nyilvánosságra, és utal a hivatásra. A te horoszkópodban itt van a nyilas jegye. A nyilas jegye utal utazásokra is. Ez lehet egy külföldi kapcsolat, egy kereskedelmi kapcsolat például, de egy belső út is, egy spirituális terület, ahol élheted a hivatásodat. A te horoszkópodban itt van a holdad, tehát megvan hozzá az érzéked. És most megtekintjük azt, hogy mi várható ezen az élet területen 2021-ben. December 20-a és január 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az életterületet, ez áll a középpontban. Januárban itt mozog Merkur bolygó, és itt lesz mozgás a nyilvánosságon, de ez lehet a munkahely, ahol például egy szerződést kapsz. Novemberben és decemberben itt mozog Vénusz bolygó, mivel ez a nyilvánosságra utal, téged, mint hölgyet, mások észrevesznek, itt állsz a középpontban. Persze utalhat kreatív munkára is, meg arra is, hogy egy hölgy segít neked ezen az élet területen. És most megtekintjük azt, mi várható október hónapban. Október 3-án úgy érezzük mi hölgyek, hogy mások átnéznek rajtunk, nincs elismerés. Október 6-án el kellene azon gondolkozni, mit tegyünk rendbe. És legyen egy szünet, az is fontos, mit kellene lezárni az életünkben. Október 8-án egy kívánság
megvalósulhat. Október 9-én jönnek az emlékek, vagy valaki gondol ránk. Október 11-én kell egy szünet, elgondolkozni azon, hogyan tovább. A sorsunkon változik valami. Október 13-án vannak korlátozások. Október 18-án egy hivatalos ügy vagy egy bírósági ügy nem megy előre, kell a türelem. A következő napokban, hetekben lesz majd mozgás. Október 20-án oda kell figyelni az érzelmekre, most tudunk valamit tisztázni, vagy érzelmekről beszélni. Október 23-án keresünk egy kiutat, október 24-én minden olyan bizonytalan, és október 28-án úgy érezzük, hogy elveszítjük a talajt a lábunk alól. És most áttérek a 11-es életházra. Ez a 11-es életház, ez a reményeknek a háza. De ide tartoznak a barátok, a baráti kör is. A te horoszkópodban itt található a bak jegye bolygók nélkül. Az ő horoszkópjában Szaturnusz bolygó van a bak jegyében, és Szaturnusz bolygó kihat az ő sorsára, hogy hol lesznek sorsdöntő döntések és változások, hogy melyik életterületen lesznek nála változások, sorsdöntő változások, azt nem tudjuk, mert nem tudjuk, hogy hány órakor született. De visszatérve a te horoszkópodra, a bak jegye nálad ebben a 11-es életházba kihat, és itt lesznek jövőre változások, mert egész évben itt mozog Szaturnusz bolygó, és itt mozog Plutó bolygó. Plutó bolygó utal a belső erődre, és arra is, hogy koncentrálj erre az élet területre. Itt barátokról van szó, baráti körről, vagy egy csoportról, de a te reményeidről, vágyaidról is. Szaturnusz bolygó kihat a te sors utadra, itt lesznek sorsdöntő változások ezen az élet területen. Január hónapban, február hónapban, márciusban és áprilisban is itt mozog Jupiter bolygó. Tehát Jupiter, Szaturnusz és Plutó bolygó. Jupiter bolygóhoz szerencsét és kibővít valamit. Ez lehet új kapcsolat, kibővül a baráti kör. Májusban, júniusban, júliusban, augusztusban, szeptemberben csak Szaturnusz és Plutó bolygó van itt. Októberben visszatér Jupiter, Jupiter marad november hónapban is, és december hónapban elbúcsúzik a bak jegyétől, nálad ettől a 11-es életháztól. Februárban itt mozog Vénusz bolygó, az lehet a remény a párkapcsolat területén, vagy a baráti kör barátnőket is jelenthet. Január 20-a és február 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az életterületet, ez áll a középpontban. Márciusban jön még hozzá egy Merkur hatás, ezek kapcsolatok, beszélgetések. És most megtekintjük azt, mi várható november hónapban.
November 4-én el kellene azon gondolkozni, hogy mit tegyünk rendbe. November 5-én egy kívánság megvalósulhat. November 6-án vannak emlékek, vagy valaki gondol ránk. November 11-én érzékenyen reagálunk. November 19-én keresünk egy új lehetőséget, vagy egy kiútat. November 21-én megvannak a vágyak, de úgy tűnik, mintha ez elérhetetlen lenne. November 27-én vannak korlátozások. És most átérek a 12-es életházra. Ez a 12-es életház a titkok háza. Minden ide tartozik, ami titokzatos. Sőt, a titkos ellenség is. Ez a 12-es életház utal a visszahúzódásra, mert mindig kell egy ilyen szakasz, amikor ki kell, hogy pihenjük magunkat. A te horoszkópodban, itt a vízöntő jegyében nincs bolygó, az ő horoszkópjában van Mars és Jupiter bolygó a vízöntő jegyében. Mars bolygó mutatja az ő férfiasságát, és Jupiter bolygó szerencsét hoz, de nem tudjuk, hogy melyik életterületen, mert nem tudjuk, hogy hány órakor született. Mi változik jövőre ezen az életterületen, milyen mozgás lesz itt? Az indiai számítás szerint egész évben itt mozog Neptun bolygó. Neptun bolygó utal a te álmaidra, hinni kell abban, hogy ez megvalósul, de előfordulhatnak csalódások is, vagy emlékek a múltból, ami csalódásokhoz vezetett. Ezt elmagyaráztam, amikor a 8-as életházról beszéltem. Február hónapban itt lesz egy visszatekintő Merkur bolygó. Ne mondd el a titkaidat! Március hónapban itt mozog Vénusz bolygó. Az kihat a szerelmi élet területére, mutatja a te nőiességedet, légy visszahúzódó. De itt a 12-es életházban vannak az ellenségek, és Vénusz bolygó hatása alatt előfordulhat, hogy van egy hölgy a közeledben, és nem kedvel téged. Február 20-a és március 20-a között itt van a nap, és itt a mélybe kell nézni, ez a havi téma. Májusban, júniusban, júliusban, augusztusban és szeptemberben itt mozog Jupiter bolygó. Szerencséd van a titkok területén, ez lehet egy bölcs tudás. Jupiter bolygó elbúcsúzik októberben a vízöntő jegyétől, de visszatér december hónapba. És most megtekintjük, mi várható december hónapban. December 1-én megvannak az álmok, a remények, ebben hinni kellene. December 3-án nehéz valamit tisztázni, minden olyan átláthatatlan, vannak emlékek a múltból. December 4-én egy kívánság megvalósulhat. December 11-én fáradtak vagyunk, kimerültek. December 17-én keresünk egy kiútat. December 18-án minden úgy megáll, nem mennek előre az események, bizonytalanságot vált ki belőlünk.
December 19-én oda kell figyelni az anyagiakra, rendbe kell valamit tenni. December 21-én lesz egy fordulat, lehet egy sorsdöntő változás. December 27-én nagyon érzékenyen reagálunk, és december 31-én jönnek az emlékek, vagy valaki gondol ránk. Kedves Daliana, így tudtam 2021-et leírni, hogy mi várható számodra. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!